Januártól megszűnt az illetékbélyek forgalmazása és elfogadása. Ezért már nem lehet a közigazgatási hatósági eljárás illetéket ebben a formában megfizetni. Az elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárások esetén az átutalás vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, vagyis az EFER használata kötelező, mondta a NAV baranyai sajtóreferense stábunknak. Abban az esetben, hogyha az eljárás indítása elektronikusan történt, akkor az illetéket leróni utalással, vagy pedig az EFER rendszer használatával lehet. Ez azt jelenti, hogy az utalás esetén a közleményrovatba szerepeltetni kell az azonosító számot, az ügyfél nevét, és hogyha van, akkor az ügyszámot is. Egyéb esetekben az illeték megfizetésére még lehetőség van az ügyfélszolgálatokon bankkártyával, vagy internetes bankkártyás fizetéssel, vagy pedig csekket is lehet kérni. Akinél vannak ilyen bélyegek, nem éri kár. A feleslegessé vált, megrongálódott vagy tévesen felragasztott illetékbélyeg értékének visszatérítését az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtásával az ügyfél írásban kérheti a NAV-tól. Ha az ügyfélnél maradt fel nem használt illetékbélyeg, akkor azt az iratot is, amin ez az illetékbélyeg szerepel, vagy pedig az illetékbélyeget magában meg tudja küldeni a hivatalhoz egy kérelemmel együtt, amelyben kéri az illetékbélyeg értékének a visszatérítését. Erre lehetőség 2029 végéig van. Azonban akkor sincs baj, ha valaki kicsúszik a határidőből. Az idő múlásával egyre nagyobb értéket fognak képviselni ezek a bélyegek. Nem csupán a bélyeggyűjtők körében lesz ez így, hiszen a régi tárgyak látványa emlékeket idéz az egykori használókban. Sokan érdeklődnek a múlt kincsei iránt, és megtartják azokat.